Köszöntöm nézőinket, Önök ismerős című műsorunkat látják. Mai vendégünk Marsalkó Péter, pécsi fotográfus, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és nem akárhol, hiszen ez a helység itt Pécsen, a Nyílt Galéria, a Marsalkó Péter 70 című elnevezést viseli, nem véletlenül, hiszen 70. születésnapod van ebben, igen, az esztendőben, és Isten éltessen nagyon sokáig. Szabad még 70-et kívánni? Igen, mindenképpen. Akár megélhető, hát, még egy 140, vannak olyan vidékek a világon. Hát remélem, hogy ezt a biológiai marketinget is a megyében föl tudjuk majd használni. Jöjjön ide, lakjon itt, és éljen 140 évig. Nem véletlen ez a hely egyébként sem. Itt egyfajta családi értékek, érzelmi hagyatékot dolgoztál fel. Szerintem ilyet ebben az országban biztos senki sem, de lehet, hogy még a világon sem, nem tudom pontosan. Nagyon különleges a kiállítás, és ezek a fotók a te életed során, amik megmaradtak a családba, úgy kerültek ide. Erről már készítettünk egy kis rövid műsor, de igen, akkor ígértem, hogy egy kicsit bővebben beszélgetünk róla. Mindez az egész hogy pattant ki a fejedből, hogy te hozzányúlsz ehhez a családi emlékhez? Hát hihetetlen. Erre a kiállításra egy évet ugye készülök, egy éven keresztül dolgoztam a fejembe, hogy mi is kerüljön ide, mert azért egy nagy állomás. Tehát 70 évesnek lenni nem lehet szerintem felfogni, és senki nem tudja felfogni ezeket az éveket. Tehát, hogy ment el például 60-tól 70-ig. Tehát akkor gondoljunk bele, hogy ment el mondjuk 20 éves kortól 70-ig az idő, mivel is ment el. Egy biztos, hogy 55 éves koromig gyakorlatilag az a családi szellemiség és az a fajta dolog, amiben él az ember, amikor élnek a szülei. Ez egy korszak. És akkor van egy olyan dolog, amikor már ők nincsenek. Tehát alapvetően egyedül marad az ember. Ez azt jelenti, hogy én ezzel nem foglalkoztam, tehát hogy kicsit visszafelé menjek. Nekem elkészült a fejembe egy teljesen más anyag. Én egy a fókuszcsoporton keresztül én egy avantgárd fotográfiában szoktam megjelenni a kiállításokon, és arra gondoltam, hogy egy ilyen életműszerű kiállításon keresztül bemutatnám a régi fotográfiámat, a legjobbakat, a mai technikára átdolgozva, és ezekkel én teljesen elkészültem június 30-áig. És az történt, hogy a laborba való elküldés előtt a tévében, a Netflixen néztem egy filmet, és ott volt egy olyan jelenet, ahol egy szerelmes pár, ahol a szerelmét meggyilkolták, a film végén a férfit is megszúrták, és ő is ugye a halál felé indult el, és találkoztak az óceán partján, úgy, hogy megjelent a férfi, a vérző férfi fölött a szerelme, és azt mondta neki, hogy itt vagyok veled. És akkor egy nagyon durva éjszaka volt, ami azt jelentette, hogy reggel rögtön berontottam a stúdiómba, ahol az édesanyám hagyatékát én egy zsákban őriztem így a dolgokat. Ott van a kis párnája is, mert én például tesszak fotográfiában hiszek, és hiszek abban a fajta dologban, hogy a szagokkal együtt halunk meg. Tehát az egyéniségünket, az egyediségünket a szagok is ugyanúgy képviselik, mint maga az életben az egyéniségünk. És akkor ebben a zsákban én elkezdtem kutatni, mert emlékeztem, hogy volt benne egy fotográfiai doboz, egy ilyen nagyon régi, faragott, kulcssal lezárt doboz, és ezt elővettem, kinyitottam, sose láttam eddig ezeket a képeket. Ezek a képek ilyen 3x4 centis képek, megpattogva, meggyűrödve. Nagyon meg kell becsülni ezt a korszakot, mert a fotográfiának ugye ez a filmes időszaka volt, és ezek nagyon-nagyon jó minőségű fotók. Tehát, hogyha ma azt mondjuk, hogy nem tudom hány milliós fényképezőgépek rebdesnek és csinálják a képeket, hát akkor nem voltak ezek a technikai brilliáns dolgok, és hát egyszerűen látható, hogy sokkal magasabb minőséget képviselnek, mint amit ma csinálunk. És akkor ezt a dobozt kinyitottam,
nagyon-nagyon sokat sírtam. Iszonyatosan melbevágtak azok a képek, amelyek, ugye ez egy ilyen 50-60 kép, és abból kiválogattam én 20 darab képet. És már a vége felé nem is láttam a képeket, mert a könny az teljesen elmosta a képeknek a dolgait. De mikor megnyugodtam ezeket a képeket, egy óra alatt lefényképeztem egy speciális technikával, és akkor már tudtam, hogy az előző képanyag az megy a fiókba, és megtaláltam azt a fajta filozófiát, azt a fajta egységet, amit úgy értékeltem, hogy 70 évesen meg kell, hogy tegyen az ember a művészvilágnak is, azoknak az embereknek is, akik mondjuk kritikusan nézik a mai magyar fotográfiát, vagy hogyha ha belegondolunk, azért Pécs nagyon gazdag a fotoművészetből, a fotográfiából. Itt volt idén a Magyar Fotoművészek Szövetségének is a tagjainak a kiállítása. Tehát azért a nézők is föl vannak készülve egy bizonyos dolgokra, de erre a dologra, amit én csináltam, erre nem volt fölkészülve. Ebben az esztendőben sok minden kiemelkedő dolog történt. Ugyan 2023 év végén indult, de nagyon is érvényes a történet. Neked Bisén van egy háza. Igen. Onnan valami elindult, és végül is Töredékek címmel a Székesegyház nyugati oldalán, ahol az apostolok láthatóak, ott hatalmas 140x190-es óriás fotóit készültek. Igen. Hogy kapcsolható össze Bise és ezeknek a fotóknak a tartalma témája? Az a környék, amihol Bise van, azt igazából én se akartam, és nem tudatosan vásároltam, hanem érzésre. A nagyapám a Szilváson volt bíró, ott élt, a nővérem ott is született, Szilváson, és ez az anyai, nagyapai földhöz és ahhoz a területhez, lélekhez valahogy én kötődöm. Volt a családban egy elég nagy vita, hogy mondjuk miért nem Orfűn vásároltam nyaralót, vagy miért nem Balatonon vettünk nyaralót. És egyszerűen azt tudom mondani, hogy ez a kiválasztás, ez a fajta dolog, ez a csatlakozás dolog, ez megvan a fotográfiában is. Tehát amikor én 1996-ban megkaptam a Fotobiennáli portrékategória nagy díját, akkor, hogy milyen érdekes, addig nem jött ki az emberből az a fajta dolog, hogy megmutassam fotoművészetileg a portréról alkotott véleményt. És akkor csatlakozott hozzá a Jörgennek az ajándéka, akkor is egy születésnapi borbészéket adott ajándékba, és ott volt benne ebbe a falusi házba, és a körülöttem levő emberek, meg a borbészék szinte úgy találkoztak. És akkor kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha ezeket az embereket, akik hasonló korban születtek, vagy éltek, mint ez a szék, ezt összetársítanám. És akkor elkezdtem cipelni a faluba ezt a széket, és megkértem ott az embereket, hogy ebbe a székbe azt csinálhatnak, amit akarnak, megmutathatják az értékeiket. És akkor volt, aki azt mondta, hogy ő neki van a faluban a legszebb pulykája, és akkor a pulykával ült be, volt, aki a macskájával ült be, volt, aki a stifoldelével ült be. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy egy kép elkészül 96-ba. Ezek az emberek már nem élnek. És 2024-ben megérkezik Pestre a Székesegyháznak a falához. Tehát, hogy micsoda idő vallunk kell ahhoz, hogy az emberek megértsenek valamit. Mekkora dolog az, hogy az emberek mennyire felületesek az élettel. Tehát mennyivel keményebben vagy határozottabban tudunk visszagondolni, amikor már nincsenek. Tehát, hogy mik ezek a humuszban levő erők, amitől az ember bölcsebbé válik. Tehát az, hogy az apostolok oda kerültek, és az apostolokat ugye kevesen nézik, mert szinte elmennek előtte,
De ha megnéznék, akkor azok egy élő, olyan lelkületű szobrok, amelyek ugyanúgy porladnak, mint ahogyan porladunk mi el a halálunk után. És akkor ott ültem a kávézóba, és szóba került, hogy mi lenne, hogyha ott azokban a fagokon kiállítanánk. De hát az a kérdés, hogy milyen anyagot tegyünk föl. Színes legyen, fekete-fehér, mi legyen rajta? Városképek legyenek rajta, természetfotók legyenek. És akkor én társítottam az apostolok lelkét ezzel a generációval. Mert rá kellett jönnöm arra, hogy én 96-ban lefotóztam egy olyan generációt, olyan embereket, akik az életüket úgy élték le, hogy a legfontosabb volt, hogy a jó Istennel jóba legyenek. Tehát mindent nekik köszönhettek, és meg is köszönték az aratást, a gyerekszületést, a szőlőszületnek a borizét. Tehát gyakorlatilag ezt így ilyen összehoztam, olyan ez, mint hogyha összeillesztettem volna a kettőt, és megmutattam azt, hogy lehet egy apostol lelkét átvinni fotográfiában, hogy meg is értsék az emberek, mert a fotográfiának az az előnye, hogy az nem porhat. Tehát a fotókon levő arc, az nem tud úgy elporhatni, mint az apostoloknak az arca. Tehát ez a fajta egyesítés, ez volt nekem az igazi mély érzésű és fontos dolog, ami velem történt. És lehet, hogy ennek az alapján, amikor én találkoztam ezzel a filmmel, ezzel az érzéssel, hogy a családomból gyakorlatilag ugye csak a nővérem él, hogy mi van, hogyha csinálni egy olyan virtuális, olyan kreatív születésnapot, ahol ugye mindenkinek az a vágya, hogy amikor mondjuk ballagásra elmegy, és látja a gyerekét vonulni a ballagáson, 18 évig építi föl, hogy eljusson az érettségig, utána ugye egyetemre menjen, és akkor ott áll az ember a kezében a virággal, az ajándékkal, és nézi a gyerekét, és arra koncentrál, hogy mikor fordítja oda felém az arcát, mikor van egy szemkontaktus. És ezekre a könnyekre nagy szükség van. Na most én megfordítottam, és úgy látszik, hogy a töredékeknek a lelki rendszeréből kijött ez a családi sorozat. Tehát volt például olyan néző, aki a kiállítás alatt azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem merte volna kiírni ezeket a szövegeket a képek alá. Tehát vannak törvények. Az én törvényem az, hogy figyeld önmagadat, és ne hazudj önmagadnak. Tehát, hogyha ennek ki kellett jönni, akkor jöjjön ki. Tehát nagyon fontos az a fajta része, hogyha én megcsináltam volna egy másik kiállítást, és utána a kiállítás után döbbenek rá, hogy valamit mégse csináltam meg, mégsem volt teljes az a fajta anyag, vagy az a szellemiség, akkor az azért olyan depresszív és olyan mély sérüléseket okozott volna ellentétben most, amikor sokkal erősebbnek érzem magam, sokkal könnyebbnek, megkönnyebbültnek érzem magam, és jövőképet adnak ezek a fajta képek. Körülbelül ezt szerettem volna én megmutatni az embereknek. Ez az esztendő, mint említettem, sok mindent tartogatott és tartogat számodra. Budapesten most talán egy pár nappal ezelőtt történhetett a török-magyar évad keretén belül egy fantasztikus kiállításod nyílt, amit te nyitottál, meg te is beszéltél ott. Ezek a képek honnan? Isztambulból? Mikor történt ezeknek a lefotózása? Aki nem látta is, talán sokan így vagyunk, ezzel nem láttuk. Hogyan lehetne most kicsit vizualizálni? Hát Pécs problémája az, hogy szerintem a pécsi emberek nem tudják azt a fajta dolgot, hogy mennyi munka van Pécs marketing és Pécs kapcsolati rendszerében. Ezt még a város vezetők se tudják. De volt egy olyan alkalom ezelőtt 7 évvel, amikor a polgármesterünk Páva Zsolt kitalálta azt a fajta dolgot, hogy van nekünk egy testvérvárosunk Isztambulban, belváros, ez a bejulunk, vagy nem tudom pontosan, hogy mondják, hogy ezt
össze kéne kapcsolni Péccsel, és ezért kiküldött engem oda, és akkor ott egy fotós csoporthoz csapódtam, amíg Budapestről a török nagykövet hozott létre, és én mivel így nem voltam egyedül, így én szabadon tudtam menni Isztambulba sétálni, fotózni, és megmutatni gyakorlatilag ennek a fajta régiónak, Isztambulnak azt az arcát, amit egyesíthettünk volna Pécsnek az arcával. Az volt a terv, hogy ebből lesz egy könyv, vagy lesz egy kiadvány, de hát a dolgok, a választások, az összes ilyen dolgoktól nem jöttek ezek létre. Itt kell tudni a nézőnek, hogy egy ilyen tíznapos kintlét iszonyatos nagy munka, iszonyatos nagy felelősség, mert valamiért kiküldenek, valamit én is, mint fotóművész, olyan dolgot szerettem volna hazahozni, vagy megmutatni. Hát gondoljunk be, hogy az Isztambul, mint egy világváros, senki, nagyon sokan nem mernek kimenni, mert inkább Európába mennek, vagy ugye elmennek messzebbre, óceán partjára. De nem jutna nekik eszükbe, hogy Isztambulba eltöltsenek 10 napot. És azt a fajta dolgot azzal találkozni, hogy mondjuk hány millió vagy hány milliárd felvételt készítettek a turisták erről a területről. És akkor itt vagyok én, Marsalkó Péter, és éreztem, hogy én biztos, hogy nem fogom ezt így lefényképezni. És lefényképeztem máshogy. Körülbelül olyan 3000 felvétel készült ebben az időszakában, és ez szépen, gondoljunk bele, 7 évig egy Winchesteren ott alszik. Senki nem kíváncsi rá. És egyszer csak jön a török-magyar év, és felhívnak, hogy tudják, hogy van egy anyagom, és ezt az anyagot szeretnék megvenni. Szeretnék ezt az anyagot, hogyha lehetne promócióba és kiállításon keresztül bemutatni azt, hogy egy magyar fotós hogy látja Isztambult. És akkor elküldtem nekik megnézni ezt az anyagot, és végül úgy döntöttek, hogy ebből vesznek képanyagot, és ezt a dolgot fölvállalják Marsalkó Péter néven, hogy ezen a nagy ünnepen, ami ma ebben az évben van a két ország között, én képviseljem ezzel a kiállítással. Van még néhány nagyon fontos dolog. A családod. Igen. Bizonyára sokat jelent számodra, van két nagyon klassz fiad. Igen. Mekkora erőt adnak neked ők az életedben, a pályafutásodban, és oda-vissza ez hogy működik röviden, hogyha még belefér? Hát igen, azt szeretném mondani mindenkinek, hogy a megítélés, önmagunk megítélését csak úgy tudjuk megtenni, hogyha igazából őszintén ránézünk a gyerekeinkre. Tehát a gyerekek az a nagy tükör, nagy visszajelzés. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy bárhogyan néznek engem az emberek, vagy megítélnek, de amikor én nézem a tévébe a fiamat, akkor azt mondom magamban, hogy mégis én vagyok az édesapja. Tehát a kisebbik fiam ugye szerintem Magyarországon nagyon sokan szeretik, nagyon, nagyon, nagyon jó ember. Szinte elérzékenyülök a jóságától. És akkor van egy másik, a Richard, aki itt van Pécsett, ő pedig ad egy olyan biztonsági erőt, ami a betegségekre, a nehézségekre, különböző generációs kérdésekre tud nagyon jól válaszolni. Rengeteg olyan dolgot kérdezek tőle, amiben bizonytalan vagyok, például a környezetemhez való viszonyulás. Például olyan, hogy megfelele a koncepcióm, az életkoncepcióm annak a fajta dolognak, amit ő is fölmer vállalni. Tehát ő is egy ismert, nagyon ismert ember lett. Nagyon sokat dolgozik, hál' Istennek megtalálta azt a sikert, amit a két gyerek egyensúlyában meglátok. Ugye az egyik itt boldog, a másik ott boldog. Úgyhogy ebben a fajta részében én egy boldog apa vagyok. Generációknál és utánpótlásnál tartunk. Te ezt a tehetségedet tovább tudod adni, oktatsz
tanítod Igen. a fiatalokat a hivatásodra a Gandhi gimnáziumban. Mi a legfontosabb? Hogy látod meg valakiben, hogy érdemes-e csinálni? Hogyan lehet inspirálni? A tanítás az egy nagyon hosszú időnek az eredménye. Tehát én 50 éves korom még nem tanítottam. 50 éves korom után volt egy tanítványom, a Rédling Hanna, akivel foglalkoztam, és ők nem fizettek ezért, tehát nincsen ebbe üzlet. Itt az a helyzet, hogy ő volt az első kísérleti nyúl aznak az irányában, hogy én egyáltalán tudok-e átadni, tudok-e tanítani, mert ez nem egyszerű dolog. És ugye ő ma már a Momét elvégezte, és már a Momén tanít, nagyon híres magyar fotóművész. Az a koncepció, hogy minden ember az különbözik. Mindegyik egy külön lélek, és a léleknek meg kell találni a szabadságát. Rendkívül módon fontos, hogy meg tudjad mutatni a gyereknek, hogy ő hol szabad, hol boldog. Nagyon nem lehet ezt a fajta fiókot kinyitni. Mindenki ezt úgy betolja, bezárja, és panaszkodik, és mély ponton éli ezeket a lelki viszonyulást. Na, az én feladatom az, hogy ezt a fiókot kinyissam. És ha kinyitottam, onnantól kezdve nekem nagyon-nagyon könnyű dolgom van. Mert a sikert felfogni, a sikert megérni, a sikert utána megtartani, ez csak egyfajta módon lehet, hogy amikor kinyitja a fiókot egy mester, akkor ott stabilizálni, tehát elhitetni vele, megerősíteni vele azt a fajta dolgot, hogy ő is tudja, hogy ő tehetséges. 2024-ben itt Pécs városában a polgári oldal önkormányzati képviselője lettél. Igen. Mik a legnagyobb terveid? Hát a legnagyobb tervem gyakorlatilag az embereknek a bennem való hitét erősíteni. Én óriási nagy bizalmat kaptam, és óriási a megbecsülésem. Tehát én a belvárosban lakom most már 45 éve. Én itt élem a teraszokon, és itt élem a stúdióm és az egész életformámat a belvárosban. Tehát én folyamatosan találkozok az emberekkel, és folyamatosan beszélgetek velük. A következő a dolognak a lényege. Először is kap az ember egy bizalmat, a bizalom az munkával jár. Tehát én szeretnék 5 évig nagyon jól dolgozni. Kőkeményen megmutatni az embereknek, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem megy. Meg kell mutatni nekik azt, hogy mi az, amit ők is tehetnek hozzá. Tehát azt a szót, hogy amikor egy képviselőt megválasztanak, az a nevében az van, hogy képviselő. Tehát nem azt jelenti, nem az van benne, hogy döbrögi, hanem hogy képviselő. A képviselő szó az azt jelenti, hogy az ő problémájukat képviselem. Ővelük foglalkozom, és nem az én egómnak a növelését fogom ezzel az 5 évben ezt erősíteni. Hogy én mennyire okos vagyok, én mennyire tudom a megoldást, nem erről szól a dolog. Tehát amikor a Marsalkó Péter képviselő mondjuk elintéz, és sikerül neki valamilyen dolgot megvalósítani, akkor azt nem én csinálom, hanem azt együtt csináljuk. Tehát meg kell jegyezni azt, hogy ez a fajta szó, amit egy személyként, egy személyes kijelentést jelent, ezt meg kell szüntetni. Egyedül nem lehet megcsinálni semmit. A másik dolog, hogy nem tudom azt, hogy hogyan alakulnak a bizottsági és a bizottsági dolgok. Ugye van a művészeti bizottság elnöki része, vannak a bizottsági tagok, vannak különböző pozíciók. Azokat a dolgokat, hogy ha a jövőről beszélünk, hogy mondjuk mi a szándék ennek a közösségnek, ahol én vagyok velem kapcsolatban, ezt a szándékot én úgy kezelem, hogy amit kijelölnek feladatként, és megbíznak bennem, hogy én azt jól tudom csinálni, akkor azt én elvállalom. Tehát nagyon egyszerűen látom én a dolgot, a dolognak a részében én a munkát látom. Tehát a munkának a fogalma az nem abból áll, hogy
dolgozom azért, hogy megválasszanak, hanem dolgozom azért, hogy megválasszanak, bizalmat kapja, és utána, akkor van az elszámolási rész, amit nem én teszek meg, hanem az én körzetemben. A polgármester úrral beszéltem, és mondtam neki egy humoros dolgot, hogy ő az egész városnak a polgármestere. Én pedig a belvárosnak vagyok a polgármestere. Tehát egy új fogalmat kell létrehozni. Én nekem ugyanaz a felelősségem, mint ő neki egész nagyban. Tehát ugyanúgy, mint a családban, hogy a család a legkisebb közösség, ahol ugye az apának, anyának mekkora felelőssége van, és utána jönnek a többi dolgok. Tehát ugyanezt sorrendben meg kell csinálni. Tehát igazából egy város polgármestere a nagyon jó dolgozó képviselőinek a munkájának az eredményét fogja 5 év múlva egyesíteni, hogy ezt megcsináltuk, azt megcsináltuk, amazt megcsináltuk. Tehát én egy egységben látom a sikert, egységben érzem azt az erőt, amiért mondjuk én ezt a dolgot elvállaltam. Hát Péter, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, rengeteg értékes gondolat került felszínre. És én nagyon-nagyon sok jót és szépet kívánok még az életedbe. Köszönöm. Sikert a munkádban, művészetedben, és akkor még egyszer Isten éltessen. Köszönöm, megtisztelő volt. Kedves nézőink, Önök az ismerős színű műsorunkban Marsalkó Péter pécsi fotográfust láthatták, hallhatták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.